Két osztály kap most bizonyítványt, amiben majdnem minden tanulónak jeles osztályzatok szerepelnek. A gyerekek 6, illetve 4 éven keresztül nagyon kitartóan és szorgalmasan dolgoztak, aminek meg is lett az eredménye. Nagyon nehéz időszak van mögöttünk, és szerintem mindenki nagyon sokat dolgozott. Igazából nekem különösen nehéz volt, én 5 tantárgyból mentem érettségizni, ugye az átlag az 3 szokott lenni. És hát nagyon jó érzés, hogy vége van, és szerintem megérdemeljük a mindannyian a pihenést. A tanáraink nagyon kedvesek voltak, nálam mind emelt szinten, mind középszinten mindenki nagyon kedves volt. Összességében a tételeimmel is elégedett voltam, úgyhogy jónak értékelném ezt az időszakot. Szomorúan váltak el iskolájuktól, ahol annyi mindent kaptak, mind lelkileg, mind szellemileg is. Igazából szerintem az utolsó év hozta össze legjobban a közösséget, úgyhogy fájó szívvel búcsúzunk, de hát új utak elé nézünk. Az iskola vezetője arról beszélt, hogy milyen kiemelkedő eredmények születtek ebben az évben. Középszinten adtak most számot a tudásukról, és az előző hetekben, tehát június elején pedig emelt szinten vizsgáztak sokan, sok tantárgyból, több tantárgyból, és ahol 80% meg 90% fölötti eredmények születnek, azt gondolom, hogy egy igazán jó képességű és nagy szorgalommal rendelkező osztály volt. Még olyan is előfordult, hogy 98%-os emelt szintű matematika eredmény született, tehát gyakorlatilag egy-két tévesztésen kívül más hiba nem is volt benne, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy szó, de ugyanezt elmondhatnánk a kémiáról, a biológiáról, a történelemről, a magyarról, tehát tényleg nagyon alaposan fölkészültek a gyerekek, és tudatosan készültek arra, hogy jó eredmények szülessenek. Ebben a felkészítő tanároknak a munkája is benne van. Ugyanis nélkülük nem sikerült volna ilyen lelkiismeretesen példaértékű motivációval felkészülni a fiataloknak. Elégedettek lehetünk igazán ezzel a 6 évfolyamos osztállyal, hiszen ők 6 évig jártak hozzánk. A B osztályok 4 évig járnak ide, tehát 4 évfolyamos tagozatra jártak, de azt gondolom, hogy ők is felülmúlták önmagukat, és biztos, hogy jobb lesz az érettségi eredmény, mint ami volt a 4 év során, vagy a 4. év végén az átlag eredményük. Ebben az osztályban éppen az idén is előfordult olyan, hogy nem csak a tanulmányi eredményük, hanem a sport eredményeik is rendkívül jók, kiválóak, és a tanulmányi versenyeken, az országos középiskolai tanulmányi versenyen is helytáltak. Többen jutottak tovább a második, harmadik fordulóba, illetve döntősünk is volt, ami hát azt hiszem, hogy igazán szép teljesítmény. Az őket is tápoló osztályfőnök, tanárok is nehezen búcsúznak egy ilyen jó csapattól, akik igazán összetartottak a 6 év alatt, és ilyen kiemelkedő teljesítményeket értek el. Nagyon össze lehet kovácsolódni 6 év alatt, és a gyerekek is egymástól, valószínűleg is az iskolától is. Tehát nagyon-nagyon sokat jelent az, hogy nem 4 évig, hanem 6 évig vannak egy közösségben, nagyjából ugyanazokkal a tanárokkal dolgozzák végig ezt a 6 évet, és ez nagyon-nagyon sokat tud adni a gyerekeknek a továbbiakhoz. A most érettségizettek közül minden tanuló felsőoktatási intézményben, illetve felnőtt szakképzésben folytatja a tanulást.